A magyar jelölt támogatására buzdít a Magyar Polgári Párt, ugyanakkor az Erdély Magyar Néppárt a hívei ismeretére bízza, hogy miként járnak el a vasárnapi államfőválasztáson. Mivel az RMDSZ nem támogatta a Magyar Polgári Párt törvénykezdeményezéseit és a alakítás kortett ajánlásait is figyelmen kívül hagyta, nem tudja teljes melszélességgel támogatni Kelemen Honor államfővé választását, mondta el újságírói kérdésre Mezei János, az MPP elnöke. A választópolgárokat ennek ellenére arra kéri, olyan jelöltre voksoljanak vasárnap, aki a magyarság érdekeit képviseli. A párt ugyanakkor nem fogalmazott meg hivatalos állásfoglalást az elnökválasztások kapcsán, sem honlapján, sem az MPP Facebook oldalán. Az elnökválasztáson 14 jelölt indul, köztük az egyetlen magyar politikus Kelemen Honor, az RMDS szövetségi elnöke és az egyetlen, aki felvállalta a magyar érdekek képviseletét. Az Erdély Magyar Néppárt közleménye szerint az EMNP által javasolt magyar összefogás meghiúsulása miatt nehéz helyzetben van a romániai magyar választó. Az erdélyi magyar néppárt ezért javasolt több párti és össztársadalmi egyeztetést mind a jelölt személyének, mind az általa képviselt választási program tárgyában. A parlamenti képviselet monopóliumának birtokában ezt az egyeztetést a legnagyobb erdélyi magyar párt ismételten elmulasztotta, kampánya során pedig tetszetősnek látszó, de általános frázisokat pufogtató a, a magyar sorskérdéseket szinte teljesen elhallgató üzeneteket adott jelöltje szájába, és eleve lemondott a közösség egyik jelentős részének megszólításáról. Mindezeket figyelembe véve az EMMP mind a választásokon való részvételt, mind a szavazást a közösségünk tagjainak lelkiismeretére bízza.